A Vajdasági Borászok Egyesülete a bortörvény újabb szabályzatának széleskörű ismertetésére kérte fel az Agrárújságírók Egyesületének tagjait. Duna utcai székházukban megtartott összejövetelükön részletezték a szőlészek és borászok újabb kötelezettségeit, amelynek első lépése a borászati jegyzékbe való feliratkozás. A nyilvántartási szám megszerzése elengedhetetlen a tevékenység hivatalosításához. Egy hosszú folyamat végére értünk, amelynek eredményeként az üvegben a címként feltüntetett bort kapja a fogyasztó. Minden borásznak eredet igazoló bizonylattal kell igazolnia a szőlő eredetét, amiből a bort készítette. Nem túl nagy kiadást jelent eleget tenni az előírásoknak, mert a költségek javarészét a mezőgazdasági minisztérium megtéríti. Viszont sokba kerül a kataszteri parcella igazolás és a tulajdonlevél. Borainkat a jövőben csak is palackozva és felhatalmazott üzletekben árulhatjuk. Az összejövetelen Zorán Keszerovics, a Karlócai Szőlőnemesítő Intézet vezetője elmondta, hogy Szerbia tavaly teljesítette borkiviteli kvótáját. Ömlesztett állapotban 6 millió liter bort szállított külföldre, legfeljebb 1 eurós literenkénti áron. Viszont ez az ár nem hozott fejlesztésekre fordítható tőkét az ágazatnak.